Kötelességemnek érzem a megtörténtekkel kapcsolatban a szólás szabadságának védelmébe kelni. Ugyanis a szólásszabadság egyike az embernek kiáró legalapvetőbb jogoknak. Kardos Norbert fehérgyarmati diák hangja betöltötte a megyeháza dísztermét. A megmérettetésre jelentkező ifjak és a Kölcsey Ferenc szónokverseny célja, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk a magyar hagyományoknak, nemzeti tudatunk erősítésére. Két fordulóból áll ez a verseny. Az első fordulóra otthon fel tudtak készülni a tanulók, megadtunk két témát, és ebből egy 3 perces szónoklatot kell most majd itt a zsűri tagjai előtt nekik bemutatni. A második forduló már nehezebbnek bizonyult, hiszen 10 perc felkészülési idejük volt a versenyzőknek. A témát a zsűri még a verseny előtt határozta meg. A versenyre jelentkezők zöme idén is fiú volt, a 11 diák közül csak egy lány akadt. Ám mindannyian úgy vélték, a kiállás, a gesztikuláció is nagyon fontos egy ilyen versenynél. Szerintem egy jó szónoknak alapvetően magabiztosnak kell lennie, úgy kell kiállnia, hogy jól csinálja, mit csinál, és egyszerűen a megjelenésével, a hangulatával és a kiállásával kell elnyerni a nézőknek, illetve a zsűrinek a szeretetét vagy az értékelését. A reformkorral kapcsolatos beszédeket, szónoklatokat idén is szakmai zsűri értékelte, a zsűritagok között akadt irodalmár, történész és politikus is. Ez a verseny, mondhatnám talán játékos formában, vagy fiatalok számára is érthető módon közelít Kölcsey hagyatékához. Kölcseyről pedig nem kell beszélnünk, hogy miért fontos számunkra, különösképpen így a Magyar Kultúra Napja előtti napokban, ugye a szatmárcsekei hagyományos ünnepség, amit a megyeházán is megünneplünk immár lassan 7-8 éve, mióta Kölcsey Ferencre emlékező szobrot állítottunk a megyei önkormányzat épülete előtt. Bővül és fejlődik ez a ünnepség sorozat, ezzel a szónokversennyel is néhány éve. A szónokverseny legjobbja a szombati megyeházi ünnepségen mondhatja el nyertes beszédét.